1965-ben születettek, akik ma tartják az 50 éves kortárs találkozót. Felénk fordulva arra kérlek, kedves 50 évesek, hogy neveteket hallva jöjjetek ki ide és álljatok körül az urasztalon. Bálint Mária Magdolna, Benedek Tibor Sándor, Bogyor Erzsébet, Gyöne Mózes, Gyöne Zsófia, Fehér Viola, Józsa Ildikó, Iváncsik László, Szabó Imre, Tóth Béla, Tóth József, Linfa Gizella, Veres József. Kedves 50 évesek, pillanatilag arra gondoltam, hogy mivel szólítsalak benneteket. És a prédikálás közben rátok nézve, rátok tekintve, és tudva azt, hogy nem csak reformátusok, hanem baptisták, más felekedők vannak, hogy jobb eszembe jutottok a prédikálás közben, hogy a 133. Zsoltár első versét mondom nektek. És ismerős van az ige, sokszor hallottuk, így hangzik. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakozunk az adatokat. Hát valóban együtt lakozunk reformátusok, baptisták, más felekezetűek, de mégis a falu szülöttjeiként. Együtt lakozni, együtt élni, együtt tervezni, és ami a legszebb, együtt mondani hálát Istennek az eltelt 50 esztendőjét. Olyan kedves a meghívótok, engedjétek meg, hogy ismertessen az ünneplő gyülekezettel. A Zsoltárok könyve 89. fejezete második, harmadik versét írtátok rá, amely így hangzik. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké. Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal. Mert azt mondom, örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben. Hát lehet a szent dolog, amikor fél évszázadra visszatekintetek. Kikli a maga érzelmi világával, gondolatával. És látni az 50 esztendőben a sok-sok örömet, a sok-sok nemes dolgot, vagy éppen visszaemlékezni a szomorúság perceiben, talán betegségekben, talán veszteségekben, talán különböző anyagi dolgokra, hiányosságokra. És ma, itt a Zsoltárossal, azt tudják mondani, az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljen. A másik szép gondolat, amit ráírtatok ide a meghívóra, ez Tamási Áramnak a mondása, így hangzik, az ember szíve mélyén örökké odavaló, ahol született. Hát ezt ne csak Tamási Áram írja és mondja, zárjátok szívetekbe, és ti is tudjátok mondani, tudjátok érezni, bárhol vagytok szerte a világban, hogy szívetek itt van, mert ez a ti szülővalotok. Hát az Úristen áldjon benneteket, áldja meg ezt a boldog pillanatot, és szokták mondani, persze kicsit felületesen és irániasan, hogy adjon még az Úristen egyet.
nem itt adjon még, de annyit adjon számotokra, amennyi az ő terve szerint kiméretet. És ezt a hátralévő időszakon valóban az ige tanítása szerint felelősségtudattal hordozzátok, éljétek, szeretteitek, kedveseitek, közösségeitek, rokonaitok, gyülekezeteinek a javára és örömére. Hát, kedves 50 évesek, én is már kezdtem gyenge lenni, úgy látom, hogy ez a szegfűk is egyébként gyengébb, de szeretettel fogadjátok tőlem a mai nap jelentőkben. Így kezdem el. Én akkor ezzel át is adom a szót a KIA szervező, mindegy, valaki beszél. Lehet, igen, jön Sándor, aki azt mondja, hogy a stafétát átadják. Ezzel felelősséggel tartozom én is, akkor már kimondtad. Mielőtt tovább mennénk a kortársak találkozó alkalmával történő eseményekre, engedjétek meg, hogy megköszönjem az 50 éveseknek az Isten dicsőségére adományozott 50 lejt. Adjon az Isten helyette sok-sok egészséget, örömet, szeretetet, békét a ti szívetekben. Akkor most hát jöjjön, kedves Violán!